Sok szeretettel köszöntelek benneteket ima heti felolvasás sorozatunk utolsó alkalmán. Mielőtt hozzákezdenénk a felolvasáshoz, kérlek benneteket, hogy amennyiben lehetőségetek van rá, boruljunk le együtt imádkozni. Drága mennyi jó atyánk, az Úr Jézus Szent nevében jöjjünk, Szent Színél és Orcád elé, hogy megköszönjük neked ezen alkalmat. Amikor összegyűjtötte bennünket lábaidnál, hogy együtt tanulmányozhassunk, Köszönjük neked a te érgalmatod és kegyelmedet, amelyel megőriztél és megóvtál bennünket ezen elmúlt évben, és köszönjük a kiváltságot is, hogy részesei lehetünk az imáti felolvasásoknak. Kérünk szépen, hogy légy most velünk, nyisd meg a mi szíveinket, és add, hogy befogadó képesek lássunk a tanításokra, amelyeket küldesz számunkra. De kérünk, hogy ne csak velünk légy, hanem minden gyermekeddel a földkerekségén, különösképpen a szenvedőkkel, árvákkal, özvegyekkel, azokkal, akiknek már nincsenek ilyen békességes körülményeik, hogy összegyűlhessenek a Te Kérünk szépen, hogy nekik is add a -e Te békességedet, és a Te érgalmadat, hogy érezzék, hogy Te velük vagy, és minden helyzetben megsegíted őket. Kérünk szépen, hogy hagasd a kéréseinket, bocsásd magam védkeinket, bűneinket, és maradjál velünk most is mindörökké. Az Úr Jézus szent nevében kértük ezeket. Amen. Most pedig rátérünk a mi felolvasásunkra, ami a hetedik felolvasás 2022. december 11-én. Címe Készítsétek az utat! Írta Davi Pál Silva Az ősi időkben valahányszor egy király vagy hasonló nagy tekintélyű személy fontos utazást tett egy másik országba, általában megbízható személyekből álló csapatot küldtek előre abba a régióba, amelyet meglátogatott, hogy ellenőrizzék az utak állapotát és biztonságát. Olyan környezetet akartak biztosítani királyuknak és tanácsadóinak, hogy biztonságot és sikert nyújtson nekik. Ma a hatóságok ugyanezt a módszert követik, bár a eszközökkel. Mielőtt a király vagy elnök elmenne a találkozóra, már minden szükséges információval rendelkeznek arról az országról, ahová menni fog. Mielőtt a világegyetem királya Jézus testélet hogy a kegyelem királyává váljon, mennyei angyalok társasága érkezett előre, hogy megnézzék, milyen készülődés folyik szeretett parancsnokok fogadására. Óriási csalódás érte őket. Jeruzsálemben, Izrael fővárosában semmilyen látható jelenem volt annak, hogy a nép és a vezetők örülnének igazi királyuk várható születésének. Bár a papok és vallási vezetők a kezükben tartották a profécia összes tekercsét, mégis teljesen tudatlanok voltak egy csodálatos esemény felől. Az angyalok már majdnem visszatértek a mennybe a szomorú hírrel, amikor megtalálták a pásztorok kis csoportját a Betlehemi mezőn, akik a messiás eljövetelével kapcsolatos proficiákról beszélgettek. Az angyalok azt a jó hírt közölték velük, hogy a király megszületett egy nagyon szerény helyen. Az igaz, hűséges pásztorok azonnal felkeresték a helyet, ahol Jézust egy jászolban találták, és elkezdték terjeszteni a jó hírt az emberek között. Hűséges csillagvizsgálók és profícia kutatók egy másik csapata egy távoli pogányföldről érkezett. Ők arra a következtetésre jutottak, hogy a mennyi király már megszületett. Elolvasták Bálán proféciáit az eljövendő messiásról. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből, és által veri moábnak oldalait, és összetörésétnek minden fiait. Ez nem egy szokványos csillag volt. Fényes angyalok távoli csoportja alkotta, ugyanazoké, akik megjelentek a pásztoroknak Betlehemben. A nemes keleti utazók hosszú utat tettek meg, hogy megnézzék az újszülött királyt. Végül megérkeztek Jeruzsálembe. Ők is azt várták, hogy örömteli várakozást tapasztalnak az isteni király érkezése miatt, és nekik is óriási csalódásban volt részük. Nyeruzsálembe érve Heródes király magához hívatta őket, és úgy tett, mintha barátságosan fogadna őket, kérve, hogy pontos tájékoztatást nyújtsanak neki mindenről, amint megtalálják Jézust. Heródes azt követelte a zsidó papoktól, hogy találják meg a szóban forgó proféciát. Kutatási eredményeként tájékoztatták a királyt, hogy Krisztus Betlemben fog megszületni Mikás proféciája szerint. De te, Efratának Betleheme, bár kicsény vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Néhány kivételtől eltekintve az egész nemzet készületlen volt Jézus eljövetelére. Csak a pásztorokat találjuk, a keleti bölcseket, Erzsébetet, Zakariást, Simeont, és még néhány szemét, akik várták őt. A vezetők nemzeti büszkeségük szerint értelmezték a messiási proféciákat, és amikor Krisztus eljött népéhez, elvetették őt. Az útkészítő És a jás proféciája világossá tette, hogy az útkészítő fog jönni, hogy figyelmeztesse, az embereket szabadítójuk eljövetelére, és előkészítse az utat neki. Egy szó kiált, a pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Egy másik profícia található Malakias profita könyvében az Isteni küldöttről, aki eljön, hogy felkészítse a népet az Úr eljövetelére. Ímé én elküldöm néktek így a profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy is félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Ennek a proféciának a beteljesedése egyértelműen megvalósult az újszövetségben. Keresztelő János ezt jelentette ki saját küldetéséről, amikor Júda a pusztájában prédikált. Lőn az úrnak szava Jánoshoz, az akariás fiához a pusztában, és Ména a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára, amint megvan írva Éséjás Profita beszédeinek könyvében, ki ezt mondja. Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ősvényeit, minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek, és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Illés üzenete Isten egy különleges követet küldött, hogy előkészítse Jézus első eljövetelének útját, keresztelő János személyében. Ő illést képviselte, és hűségesen teljesítette küldetését. Ma is hasonlóképpen az Úr egy újabb figyelmeztetés küld az illést képviselő küldöttei által, hogy most Jézus második eljövetelére készítsék elő a népet. János különleges munkára hivatott el, hogy elkészítse az Úr útját és egyengesse az ő ösvényeit. Az Úr nem küldte Jánost a proféták és a rabbik iskolájába. Az emberek közegéből a pusztába helyezte őt, hogy tanulhasson a természetről és a természet istenéről. Isten nem akart, hogy a papok és vezetők tanításában részesüljön különleges munkára hívta el. Üzenetet adott neki. Elmente a papokhoz és vezetőkhöz megkérdezni, hogy hirdetheti az üzenetet? Nem. Isten távol tartotta tőlük, hogy lelkületük és tanításuk ne hasson rá. Kiáltó szó volt a pusztában. Készítsétek az Úrnak utát. ösvényt egyengesetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászáljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az csősége és minden test látni fogja azt, mert az úr szája szólt. Ugyanezt az üzenetet kell hirdetni a népünknek. Közel vagyunk az idők végéhez, és az üzenet ez. Tisztítsátok meg a király útját, szedjétek fel a köveket. Tegyétek magassa a lelki szintet a nép előtt. Népünknek fel kell ébrednie. Nincs itt az ideje a béke és biztonság kérdetésének. Isten így bújt bennünket. Kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népen meg bűneiket és Jákob házának védkeit. Pontosan mi a küldetésünk? Korunkban közvetlen Krisztus második eljövetele előtt Isten embereket hív, akik népet fognak felkészíteni, helyt állni az Úr nagy napján. Ma is pontosan olyan munka vár elvégzésre, amilyet János végzett. Az Úr üzenetet adott népének, választott eszközein át, és elvárja, hogy valamennyien hallgassanak a küldött intésekre és figyelmeztetésekre. Krisztus nyilvános szolgálatát megelőző üzenet ez volt. Térjetek meg vámszedők és bűnösök, térjetek meg farozeusok és sadduceusok, mert elközelített az Isten országa. Üzenetünk ne a béke és biztonság üzenete legyen. Mint Krisztus közeli megjelenésében hívő népnek határozott üzenetet kell hordoznunk. Készülj Istened elé! Üzenetünk legyen olyan közvetlen, mint Jánosé volt. János királyukat dolgált meg gonoszságukért. Bár életét veszélyeztette, mégsem engedte az igazságot elhalni Ajkán. Nekünk is hűségesen kell a végeznünk intésünket. A csak nem általános hithagyásnak ma időszakában Isten felszólítja hírnökeit, hogy illés lelkületével és erejével hirdessék a törvényt. Amint János, Jézus első eljövetelére készítve a népet a tíz parancsra hívta fel figyelmüket, úgy kell nekünk is határozott hangon hirdetnünk az üzenetet. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Illés profétát és keresztelő Jánost jellemző komolysággal kell törekednünk, elkészíteni az utat Krisztus második eljövetelére. Az úrnapja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kellene néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Az Úr kívánsága, hogy követői növekedjenek a kegyelemben, hogy szeretetük egyre inkább bővölködjék, hogy megteljenek az igazságosság a szentség gyümölcseivel, melyek Jézus Krisztus által teremnek Isten dicsőségére. Hogyan kell elvégeznünk ezt a munkát? Az éshajási proféciában, amely az Úr útjának előkészítését mutatja be, a Szentírás az alázatosok felmagasztalását és a felmagasztaltak megalázását írja le. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alászáljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek krónává. Azzal gördítsünk el minden akadályt Isten népe megváltásának útjából, hogy megnyitjuk igéjét és hirdetjük a világos, így szól az Úrt. Az igaz világosságnak elő kell ragyognia, mert íme sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Az élő Isten igazságának meg kell jelennie a tévedéssel ellentétben. Hirdessétek az örömhírt! Van üdvözítünk, aki életét adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökkényen. Akadályok gördülnek majd Isten műve haladásának útjába, de ne féljetek. Szövetségünkhöz hű Istenünk a nyájas pásztor gyöngítségével és gondoskodásával a királyok királyának minden ható hatalmát olvasztja össze. Útját semmilyen nem torlaszolhatja. Hatalma korlátlan, és ez szavatolja, hogy biztosan beváltja népének tett ígéreteit. El tud távolítani minden akadályt munkájának útjából. El tud hárítani minden nehézséget, hogy megmeneküljenek, akik szolgálják és tiszteletben tartják eszközeit. Jósága és szeretete végtelen, szövetségét meg nem változtatja. Lehet, hogy műve ellenségeinek tervei szilárdnak, és jól megalapozottnak látszanak, de Isten meg tudja hiúsítani legátgondoltabb terveiket, és meg is teszi a maga módján és maga idején, majd, ha látni fogja, hogy eléggé próbára tette hitünket, majd, ha közelebb húzódunk hozzá, és őt tesszük tanácsadónknak. A legsötétebb napokon, amikor minden ijesztőnek tűnik, ne féljetek. Bízatok Istenben. Akaratát véghez viszi, mindent jól tesz népe javára. Napról napra megújul azok ereje, akik szeretik és szolgálják őt. Rendelkezésükre bocsátja értelmét, és miközben szándékát valósítják meg, ne tévedjenek. Isten szolgálatában semmi keresni valója az elkeseredésnek. Hitünknek el kell viselnie a rá nehezedő nyomást. Isten képes és hajlandó is megadni szolgáinak a kellő erőt. Nem csak teljesíti, hanem túl is tesz a benne bízó legnagyobb reményein. Az szerint ad bölcsességet nekik, amint különféle helyzetük megkívánja. Pál, a kipróbált apostol írja, és ezt mondá nékem. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest szem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Testvéreim! Tartsunk ki állhatatosan, mindvégig a kezdetektől fogva táplált szilárd bizalmunkban. Nem szabad elhalványítanunk Isten igazságának világosságát. Be kell ragyogni a világot borító tévedés sötétségébe. Meg kell nyitnunk Isten igéjét a föld magas állás betöltő emberei és a szegényebbek előtt is. Krisztus egyháza Isten szócsöve az igazság kérdetésére. Különleges feladattal bízta meg. Ha hűséges lesz Istenhez, ha megtartja parancsolatait, benne lakozik majd az Isteni erő teljessége. Amíg tiszteletben tartja az Urat, Izrael Istenét, addig nincs hatalom, mely ellenállhatna. Ha hűségesen ragaszkodik szövetségéhez, az ellenséges erők nem győzedelmeskedhetnek fölötte, csak amennyire a polyva ellene képes állni a forgószélnek. Az egyház előtt dicső nap hajnala áll, ha felölti Krisztus igazságosságának palástját és elszakad az összes világi köteléktől. A gyülekezet tagjai vallják most be visszaeső bűnös voltukat, és fogjanak össze. Testvéreim, semmit se hagyjatok befurakodni, ami elválasztana egymástól vagy Istentől. Ne emlegessétek a véleménykülönbségeket, hanem egyesüljetek az igazság szeretetében, ahogyan az Jézusban él. Járuljatok Isten elé, és hivatkozatok az üdvözítő kiöntött vérére, melynek érdeméért segítséget kell kapnotok a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Ez a hivatkozásotok nem lesz elfecsérelt idő, nem hiába fogtok könyörögni. Amikor szívből jövő alázattal és a hit teljes bizonyosságával közelebb húzódtok Istenhez, akkor majd legyőzitek a pusztulásotokra törekvő ellenséget. Térjetek vissza az Úrhoz reménységnek fogjai. Legyen erőforrásotok az élő Isten. Higgyetek rendíthetetlenül, alázatosan Isten hatalmában és készségében, hogy megmentsen. Krisztustól az üdvösség élő folyója árad. Ő az élet forrása, minden hatalom kútfeje. Amikor hittel ragadjuk meg erejét, csodálatosan meg tudja változtatni még a legreménytelenebb és legcsüggesztőbb kilátást is nevének dicsőségért meg is teszi ezt. Isten felhívja benne hívő hűségeseit, hogy öntsenek bátorságot a hitetlenkedőkbe és reményvesztettekbe. Segítsen minket az Úr, hogy segíthessük egymást, és hogy életerős hitünkkel igazoljuk őt. Az óra felhívása Az Úr felszólít, hogy újítsuk meg a múlt egyértelmű bizonyságtevését. Felszólít a lelki életünk megújítására. Népének lelki erői régóta tétlenek, most azonban fel kell támadniuk a tetsz Imával és bűnvallomással kell megtisztítanunk a király útját. Majd, ha ezt tesszük, beköszönt hozzánk a lélek hatalma. Hiányzik belőlünk a pünköst ereje, de el fog jönni, mert az úr megígérte, hogy mindent meghódító hatalomként küldi el lelkét. Veszélyes idők előtt állunk. Az igazság ismerői ébredjenek fel, helyezzék magukat Isten fegyelme alá. Az ellenség a sarkunkra hág. Legyünk ébren és őrizkedjünk tőle. Öltsük magunkra Isten teljes fegyverzetét. Kövessük a profétaság lelkének utasításait. Szeressük a jelen igazságot, és engedelmeskedjünk neki. Ez majd megvéd minket, nehogy erős megtévetéseket fogadjunk el. Az igéből Isten szól hozzánk. Beszél hozzánk a gyülekezet számára írt bizonyságtételeken át is. Szól hozzánk a könyvekből, melyek segítenek érthetővé tenni jelen kötelességeinket és az álláspontot, melyet most el kell foglalnunk. Sorról sorra, elvről elvre fogadjuk meg a figyelmeztetéseket. Ha semmibe vesszük őket, milyen kifogásokat hozhatunk majd fel a mentségünkre? Tisztítsuk meg a király útját, szedjük fel a botrányköveket. Távolítsuk el a szemetet, hogy Isten lelke járjon át meg át közöttünk, és Isten üdvösségét világító szövétnekként láthassuk. Erre van szükségünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy akár egyetlen mind is elfeledjünk. A leggazdagabb áldást akarjuk itt elnyerni, mert rögtön jön ránk a próbaidő. Csak egy kis idő, és mindenki súlyos próbák elé kerül. Isten kegyelmén megújító erejét akarjuk elnyeri naponként, hogy lépésről lépésre feljussunk a tökéletesség létreján, egyre feljebb emelkedve azon az úton, amely a mennybe, a szentséghez és Istenhez vezet. Isten lelke jöjjön el összejöveteleinkre. Hadd lássuk az ő megváltását, és hadd nyilatkozzon meg itt is az ő dicsősége. Minden hang Isten dicsőítésére szólaljon meg, ne pedig arra, hogy hibákat keressünk egymásban. Az Úr áldja meg kegyelmesen népét ezen az ima héten. Minden rosszat jóvá kell tenni, minden bűnt meg kell vallani, és a bűnbocsánat lesz bejegyezve a neveink mellé a mennyei könyvekben. Minden gyülekezet, minden családtagjai keressék az Urat, és alázzák meg lelküket előtte. Amennyire csak lehetséges, tisztítsuk meg a király útját minden szeméttől amelyel eltorlaszoltuk azt. Ezennel felolvasásunk végére értünk. Az Úr áldja meg a mi szíveinkben a hallottakat, és segítse meg bennünket abban, hogy eljövetelének előkészítői lehessünk. Amen. Befejezésül pedig boruljunk le ismételten egy közös imára. Drága Szent Istenünk, az Úr Jézus Szent nevében jövünk, Szent Szedel és Orszedel ismételten imaheti felolvasásunk végeztével. Megköszönjük Neked ezen alkalmat, amelyet megadtál számunkra, hogy egy egész héten át intenzíven tanulmányozhattuk a Te tanításaidat. Köszönjük Neked, hogy még mindig ilyen türelmet gyakorolsz felettünk, és még mindig kívánsz bennünket ébreszgetni, hogy felismerhetnénk a mi bűneinket és hogy ezáltal imával és mély bűnbánattal térhetnénk hozzád, hogy új lelkekké válhassunk, kérünk szépen, segítsen meg erre bennünket, és segítsenek bennünket arra is, hogy a te igédet terjeszthetnénk, hogy szócsövei lehetnénk a te igédnek, amely általunk beragyogja a világot, kérünk szépen. Add, hogy minden embertársunk megismerhesse az igazságot, és add, hogy amikor eljössz, együttesen örömben tudnánk örvendezni. Kérünk mennyi jó atyánk, hallgass ma mi kéréseinket, és légy velünk az elkövetkezendő időszakban is, az elkövetkezendő évben, tekints le ránk és könyörül meg rajtunk. Segíts bennünket, hogy megszabadulhatnánk mindenféle bűneinktől és hogy ezeket soha többi el nem követnénk. Kérünk, légy hozzánk irgalmas, ahogyan ezt eddig is tetted, és hallgass a mi kéréseinket. Mindezt a drága Úr Jézus szent nevében kértük. Amen. Thank you.